Ezután pedig a Gemini vagy Gemini 4-esről, ami ugye állítólag az első űrséta volt, vagy akkor történt az első űrséta, amit meg fogjuk nézni, hogy hogyan csinálták ezt meg. Szóval a videó, amit nézni fogunk, az a Gemini 4-es, vagy a Gemini 4-esből lesz. Mielőtt azonban elkezdenénk a videót, vessünk egy pillantást az Ikrek, vagy Gemini csillagképre, ami két külön csillagrendszerből áll, az egyik ugye Kaftor, a másik pedig Pollux, és meg fogjuk nézni, hogy mi ennek a háttere, hogyan is alakult ki ez a csillagjegy, ami a mitológiát, illetve a történetét illeti. Ezen a képen jobban látszik az éjszakai égbolton Castor és Pollux az Ikrek csillagképből. Kezdjük az Encyclopedia Britannicával, és hogy mi az, amit ők elárulnak a Gemini csillagképről. Azon kívül, hogy a rák és a bikok között található, illetve a helyét meghatározza, és elmondja azt, hogy Castor és Pollux a két legfényesebb csillag ebben a konstellációban. Az érdekesség az, hogy a nyári napforduló az, ami ugye a legészakibb pontja a nap járásának az égbolton, az Ikrek csillagképben történik. Castor egyébként az idősebb és a fiatalabb Horusnak, valamint Romulus és Rémusnak a megjelenése más-más kultúrákban. Nézzük meg, hogy mi az, amit megtudunk Castorról és Polluxról, ez már az Ancient History Encyclopedia és Mark Cartwright írása. A görög, illetve a római mitológia Zeus és Jupiter Iker fiaiként tekint Castorra és Polluxra, akik félig isteni eredetűek. Azokat segítik, akik bajba kerülnek a tengereken, vagy pedig a háborúk során valamiféle veszélyben forognak, különösen a lovakkal és a sportokkal hozható összefüggésbe, illetve Spártával, de Athénban és Delosban is megtalálhatók a saját templomaik. Dioscuri néven ismerősek ugye a kettőnek a kapcsolata miatt, és a római lovagok védőszentjei, illetve mindenféle lovagi tornáknak a fontos személyiségei, illetve mitológiai karakterei. Az eredeti neveik az Castor és Polluducus, latinul Castor és Pollux, nem tudom, hogy a kiejtés helyese, de valami ilyesmi. Szóval latin nevű Castor és Pollux, és együttesen Dioscuri, ami a görög szóból ered, Dioscuroi, ami Zeus fiait jelenti, vagy Zeus ifjait szó szerint, azért, mivel ugye Zeus volt az apjuk, és hattyúnak álcázva magát, elbűvölte Lédát, és elcsábította azt. A történet azonban ennél szövevényesebb, ugyanis a legenda szerint, illetve egyik verzió szerint egy tojásból születtek, a másik verzió szerint Pollux volt az, aki halhatatlan volt, míg Castor halandó, ugyanis Castor apja Tyndareus volt, aki egy spártai király volt, és ugyanazon az éjszakán szintén kapcsolatba került Lédával, így innen adódik ez az űrzavar az Ikrek jellegét adódóan. A másik nevük Tyndaride, ugye, ami arra utal, hogy Tyndareusnak a fia az egyik. A legenda szerint a halhatatlanságukat felcserélték, azaz egyik nap az egyik, másik nap a másik volt halandó, és így élték az életüket az egyik Olympus hegyén, a másik Hadesben vagy Hadesban, és aztán pedig cseréltek naponta. Történet másik része az, amikor testvérüket, Helénát, ugye szép Heléna, Theseus elrabolta, a testvérek visszahozták őt Spártába, Attikából, és
Ezek után elrabolták Főbét és Hiláriát, Leukippos lányait, aztán ezekkel meg kellett harcolni, ugyanis ezek a lányok az ő unoka testvéreikhez, Idászhoz és Linceuszhoz már hozzá voltak adva, illetve jegyben jártak, és ekkor Castor meghalt ebben a csatában, Pollux túlélte. Ez volt az oka annak, hogy meg kellett osztani a halandóságát testvérével, hiszen egyik nap az egyik, másik nap a másik volt életben, ugyanis Castor halandó volt, és ebben a csatában, illetve összetűzésben meghalt. A legfontosabb feladataik az otthon, illetve a vendégszeretet és a vendéglátás, az eskük, a barátság, illetve a különböző sport tevékenységek körül forgott. Egy érdekes szimbólum, melyel kapcsolatba hozhatók a dokána, ami két függőleges faoszlop, amelyet két vízszintes gerenda köt össze, és amin kígyók futnak fel, ezzel is jelképezvén a testvéreket. Az amfora szintén az ő jelképük, ugye a két függőleges füle ennek az edénynek reprezentálja a két testvért, Castort és Polluxot. Castor és Pollux fontos szerepet töltött be Görögországban, a görög birodalomban, különösen a peloponészosziaknál, de a spártaiak is magukénak tartották őket a harcászatban betöltött szerepük miatt. Lokrész és Athén szintén tisztelte az ikreket, de voltak templomaik Szicíliában is, illetve Delos szigetén szintén. Később a Dioszkurit, azaz az ikreket a rómaiak is átvették, és július 15-ét az ő ünnepüknek tekintették az egyik csatában betöltött szerepük miatt, amikor is állítólag megjelentek két fehér lovon, és győzelemhez segítették a rómaiakat a latinok fölött. Ezen kívül Rómában szintén volt templomuk, a Circus Flaminiusban, de Assisiben, Coriban, Nápolyban és Tusculumban szintén voltak templomaik. Akit ennél részletesebben érdekel Castor és Pollux, az a Wikipédián rengeteg információt talál, mind angolul, és úgy tűnik, hogy magyarul szintén. Ugye magyarul Dioszkűroszoknak hívják, és azért, mert ugye Zeusnak a fiai. És szintén elég sok információ található meg róluk magyarul is. GreekMythology.com weboldal igazából nem ad hozzá sokat a Dioszkűroszokkal kapcsolatos információkhoz, de akit érdekel, a linket megtaláljátok a leírásban. Ezt csak azért mutatom meg, ez GreekLegendsAndMyths.com weboldal, ahol Castor és Pollux a görög mitológiában címmel olvashatunk róluk, mert fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy a görög és tulajdonképpen minden kultúra az emberiség történelmében, mely ismerté vált számunkra, és amiről hallottunk, az egyfajta pogány, hedonista életfilozófiát fejez ki. Ennek egy nagyszerű példája ez a Székely Bertalan kép, ahol ugye Léda és a hattyú látható, amint a hattyú képében Zeus elcsábítja Lédát, aminek van egyfajta szexuális töltete, különösen azért bizarr, mert ugye a hattyú és ez a nő az, aki ebbe belekeveredik. De ez a fajta kultúra, amit ugye mi kultúrának hívunk, ami tulajdonképpen egy pogány, hedonista életszemlélet és életfilozófia, egy emberközpontú gondolkodásmód, ez igazából mind utálatosság a teremtő szemében. Teljesen mindegy, hogy magyar csinálja azt, vagy görög, vagy amerikai. A meztelenség, a szexualitás és ezeknek a nyilvános megjelenése, ez mind az erkölcs ellen szól. Checkiday.com weboldalon meg lehet nézni azt, hogy az adott napra milyen ünnepek esnek, és 2017. július 15-én, ugye ha emlékszünk, ez volt az a nap, amit a rómaiak Castor és Pollux ünnepének tekintettek. Érdekes módon az I Love Horses Day, azaz a Szeretem a Lovakat nap van, és aki figyelt, az emlékszik arra, hogy
hogy Castor és Pollux a lovakkal és a sporttal kapcsolatos védőszentek voltak, tehát mind a mai napig megmaradt ez a pogány hagyomány. Ugyanúgy, ahogy Kanadában National Respect Canada Day, ami ugye a nemzeti tisztelet napja Kanadában, így a pogány hagyományok tovább élnek egész napjainkig. Furcsaság az, hogy 1799-ben ezen a napon, július 15-én találták meg a Rosetta követ, aminek segítségével le tudták fordítani az egyiptomi hieroglifákat később. De többek közt ezen a napon indult az MSNBC amerikai televíziós csatorna szintén. Ennyit az ikrekről, és gondoltam, hogy ha már a fantázia világról van szó, akkor nézzük meg, hogy mi a mitológiai háttere annak a kultusznak, amit ma a NASA tovább folytatott, mint a Gemini vagy Gemini program. A videóért köszönet egyébként Globe Skepticnek és annak a csatornának, akit érdekel, nézegesse meg a videókat. Itt csak arra hívnám fel a figyelmet, illetve ő arra hívja fel a figyelmet, hogy a Föld a háttérben teljesen normálisan mozog, és egyenletesen, míg a karakter, ugye ez a báb, amit tulajdonképpen itt egy astronauta, az pedig, mint egy báb filmben, kockáról kockára ugrálva. Persze akkor még ez, gondolom, jónak számított, most már szánalmas, de ennek ellenére az emberek ugye már be vannak programozva és készen állnak arra, hogy elfogadják azt, amit látnak úgy, mint valóság. Úgyhogy nézzük meg, hogy miről is van szó. Szerintem teljesen egyértelmű az, hogy a Föld szépen forog körbe, ugye ahogy elképzelik, míg ez a karakter itt össze-vissza ugrál, mint valami rossz báfilm. De különösen ebben a jelenetben látható ez, ami gyakorlatilag szánalmas. Ennek ellenére több milliárd ember azt gondolja, hogy ő egy ilyen világban él. Ugye ez a jelenet, ahogy ide fordul és int, az ismerős lehet, ugyanis Robot Zsaru a filmben ugyanígy fordult, hiszen ő egy robot volt, egy bábú, ezért néz ki hasonlóképpen a NASA karakter is, hiszen ez egy bábú, egy robot. Ez biztos azért van, mert gondolom ugyanazok a cégek készítik azokat a filmeket, amelyek a hollywoodi filmeket készítik, így az emberek a valóság és az álomvilág közt tulajdonképpen nem is kell váltaniuk. Még egyszer megmutatom a jelenetet azok kedvéért, azt mondják, hogy ez csak azért van, mert a kamera így vesz föl, vagy úgy vesz föl. Egyetemű az, hogy a Föld a háttérben teljesen tökéletesen mozog, ahogyan azt elvárnánk, míg a báb, a karakter, az pedig ettől eltérően, hiszen ez egy bábú. És ez okozza azt, hogy olyan nevetségesen néz ki, hiszen képkockánként vették föl, ha egyáltalán ez egy ember. De igazából szerintem akkor derül ki, mikor idefordul és Robot Zsaru int egyet a bal kezével, hogy sziasztok. Mint valami régi film, valami rossz, idióta film, amihez hozzászoktunk a 60-as, 70-es évekből. Annak érdekében, hogy mindenki elhiggye, hogy ez egy eredeti NASA dokumentumfilm, vagyis hát egy fantasztikus film, mint egy dokumentumfilm, lejátszom még egyszer eredeti szöveggel, és így láthatjátok, hogy ezt nem én állítottam össze, vagy akárki az interneten, ez a dolog, az a szint, amit NASA képvisel. Ed White is flying at 17,000 miles per hour, 200 miles above the Earth. Okay, I'm out. The spacesuit fails. The difference in pressure will kill him instantly. Még annyit bemutatnék
Villámgyorsan, hogy ezen a felvételen, ami most következik, a színészek feje mozog a sisakban, míg ugye a külső felvételen a bábúnak a feje az, illetve a sisak elfordult. Itt a sisak nem fordul, hanem a feje az, ami mozog a sisakban, és nem pedig a sisak a fejével együtt. De elég furcsa ötlet magában az, hogy az a fajta ruha, amit ők viselnek, az el tudja forgatni a fejét valahogy. Valahogy furcsa. Igazából nem lehet felróni nekik azt, hogy ilyen szánalmas filmeket készítettek, hiszen ez az, amilyen szinten a technológia volt. Ugye az orosz kéz című bábfilm körülbelül azonos szinten van, mint az előbbi felvétel, amit láthattunk a Gemini, vagyis a Gemini 4-es NASA misszióból. A kettő nagyjából ugyanaz a kaliber, az egyikben ez az idióta karakter, a másikban pedig az az idióta karakter játsza a szerepét. 1965-ből való ez, ugye a Gemini NASA produkcióból, ami hasonló kaliberű. Ahol a háttér nagyszerűen mozog, míg a bábú az előtérben szépen oda van vágva, és utána a végén még itt is robotzsaru, hogy köszi szépen, ezt is bevettétek megint, ugyanúgy, mint az összes többit. Még egy pillantást vessünk arra, hogy az oroszok mit csináltak ugyan ebben az időben, ugyanis, ahogy mondtam, az országok együtt dolgoznak annak érdekében, hogy a társadalmat az álomvilágban tartsák, és azt kell, hogy mondjam, hogy az oroszok pontosan ugyanazzal a technikával dolgoztak, ami bizonyíték arra, hogy együtt dolgozok. Nem azért, mert ugyanilyen kamerájuk volt, hanem egész egyszerűen, mert ugyanaz a stúdió készítette ugyanaz a technológiával az oroszoknak, mint az amerikaiaknak. De ha nem is ugyanaz a stúdió, a technológia egészen biztos, hogy hasonló volt, hiszen a cél az volt, hogy eljutassák az egész világgal, hogy az álomvilág annál sokkal-sokkal nagyobb, mint amekkora a valóságban. Úgyhogy remélem, hogy hasznosak találtátok, és még egyszer mondom, nem kötelező ezzel egyetérteni, vagy nem kell ezzel egyetérteni. Én csak szerettem volna bemutatni azt, hogy mi az, ami rendelkezésünkre áll, és aztán mindenki levonja a következtetést saját magának. És ahogy ígértem, megmutatom, hogy hit így is, úgy is. Teljesen mindegy, hogy az ember miben hisz, hiszen a hit a remélet dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. És a földgömb az egy ilyen dolog. A remélet dolgok valósága, amiben mindenki reménykedik, hogy egy gömbön szágult körbe-körbe a semmiben, véletlennek a műve, semminek nincs következménye, nincsen bűn, nincs egy büntetés, egész egyszerűen csak lennünk kell, mint az állatok, és majd egyszer vége lesz. Ez a reménylet dolog, arról nem beszélve, hogy soha senki nem látta. Képeket látott, videókat, képregényeket, de a valóságot soha nem látta senki. Legalábbis azon kívül a 580 ember közül, aki állítólag eljutott az űrbe, úgymond. De igazából senki nem látta, ennek ellenére elhiszi, úgyhogy semmiben sem különbözik tőlem, aki azt mondja, hogy ez egy hazugság, vagy aki egy másik világban hisz. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!